Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Dharma beszéden. Örülök, hogy a nyár ilyen nagyon vakációs hangulatában, mégis így körülbelül 40-en úgy döntöttünk, hogy együtt gyakorlunk. hogy ennyi országból összegyűltünk. Megköszönöm Tamás bevezetőjét. Egy olyan történet jut eszembe, mely a kínai buddhizmus egyik sarokpontja. Buddhi Dharma, a 28. pátriárka, Indiából Kínába vitte a tant. Kilenc évig a Shaolin templomban meditált egy barlangban, és a tizedik évben Huiko három napig így a hóban térdelt, hogy Bodhidharma vegye észre és adjon tanítást. Huikónak ugyanis lidérces álmai voltak, mivel korábban katona volt, és az a keze, amivel ölt, az állandóan véres lett. És állandó jelenleg álmában is, meg, nappal is ilyen kényszeresen megpróbálta a vért lemosni róla, egyszerűen nem tudta. A tudatában is ott volt a vér, és a kezén is így ott volt a vér. Ő látta. Azt nem tudjuk, hogy a környezete látta-e, eh? de ő állandóan látta, hogy véres a keze, mert sokat ölt. Megtudta, hogy Botidarma nagyon keményen gyakorol, és nem mozdul a barlangban. Ott érdelt hát három napig a hóban, és Botidarma csak a falnak fordulva meditált a harmadik napnak a reggelén megfogta egy palk kezével a kést, és azt a kezét, ami állandóan a vér volt, azt levágta, és így engedte oda hullani a barlang szájához. Na erre Bothidarma már megfordult, és azt mondja, hogy az áldozat komoly eltökéltséget mutat. Miért könyöröksz? Erre Hujko azt mondta, Mester, nagyon békétlen a tudatom. Kérlek, békítsd meg. Hozd ide a tudatodat mondta Bóthi Darma. Nem találom, mester. Akkor már meg is békítettem, válaszolta Bóthi Darma. Na most ez a rövid zárlathoz hasonló gyógyítás. A jó hír az, hogy ez nem kell levágni egyik végtagodat sem, hogy ez megtörténjen, csak azt a tudatot kell megtalálni, amelyik sérült amelyik szenvedett, és próbáld meg magadtól azt elkülöníteni. A bevezetőben hallottad, hogy Tamás bizony már 7-8 éves korában az énről gondolkodott, és rálátott arra, hogy a tudat tárgyai azok nem azonosak a tudattal magával, ahogy a tükör előtt megjelenő tárgyak sem azonosak a tükörrel, de elképesztően valóságosnak tűnnek, mert a tükörben úgy látszanak, ahogy vannak. Úgyhogy a jóra és rosszra, énre és másra, múltra, jelenre és jövőre tagolódott tudat nem érheti el a felébredést, és állandóan a saját traumájának a negatív körtáncában, a Dans macabre állandó haláltáncában ott van. És mihelyt a tudat megszabadul a tárgyától, és nem azonosul a sérelemmel és a traumával, azon nyomban elindul a gyógyulás folyamata. Ehhez el kell jutni egy bizonyos belátásra, és szükség lehet olyan terápiára és kezelésre, hogy el tudja engedni végre azt, ami az állandóan ragaszkodik, és a ragaszkodása által újra és újra sérti magát. A kelet nem nagyon foglalkozott az, hogy artikuláld azt, ami benne történik, engedd el, az kész. Elengedted, nem azonosulsz vele viszonlátásra, nem táplálod többet energiával, és ez rendben van. Nem gondolkodsz róla többet. Nem táplálsz érzelmeket felé. Nem beszélsz róla. Nem teszel annak értelmében vagy szellemében. És ekkor megoldódik a probléma, mert a személyiség négy nagy csatornája, a beszéd, a gondolkodás, az érzelmek és a cselekedet már nem arról szól, ami a sérelem maga. A nyugat pont ezt nem számolja föl, ezt az alapszintű azonosulást azzal, ami benned történik, mert azt mondja, hogy ugye gondolkodom, tehát vagyok. És az összes többi érzékszervi tartalom erre az azonosulásra épül. És nagyon sokféleképpen újra rakjuk ezt a kirakóst. De még mindig ragaszkodunk hozzá, mert még mindig azonosulunk vele. Az eddigi tapasztalataim során úgy tűnik, hogy a kirakóst néha érdemes újra rakni, de amíg azonosulunk magával a játékkal, addig állandóan van nyeresség, veszteség, sérelem és jutalom, Öröm és szomorúság, úgy, hogy azt te abszolút értékűnek, elkerülhetetlennek, sorsszerűnek látod. Ez mind relatív, ez mind változtatható, ez mind feltételhez kötött, és ami a legjobb, az mulandó. A sérelmek is ilyenek. Ha látod őket helyesen, akkor a sérelmek elkezdenek tanítani, hogyha nem, akkor állandóan neked kell tanulni a sérelmeidből. Nem mindegy. Jó. Köszönöm szépen. Most így az előző válaszod kapcsán az merült fel bennem, hogy akkor tulajdonképpen a, a karma és az inkarnálódás kapcsán az, az ötlött fel bennem, hogy most akkor azért ö, születünk újra, mert ezt akarjuk. Hogy jöttél ide? Emlékszel rá? Nem. Az a jó. Akkor azzal kell foglalkozni, amit idehoztál, és pontosan benne van a hátizsákodban. Legelső hatalmas problémák hogy nem tudjuk magunkat megkülönböztetni a hátizsáktól. Olyan régóta viseljük, olyan szorosan ránk van szíjazva, vagy szinte ránőtt a bőr. Tehát a legelső dolog, amit itt például megtehetsz, hogy leteszed a hátizsákot. És ahogy a testtartást, a lélegzetet, a teret, a hangot figyeled, rájössz, hogy mind az a karma, az az elképesztő vihar, ami benned van, azt viszed, de az nem te vagy. Ahogy hallottad a bevezetőben, rárakódott igazi önvalódra, keményen, vastagon. És innentől kezdve dolgunk van. Le kell tisztítani a tükröt, és akkor tisztán látsz. És ezzel a tisztánlátással tudod magadat és a hátizsákot megkülönböztetni. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell vinni. Visszük, sőt nem is magunkért, másokért visszük. De akkor már nem pusztán egy énes, önző feladattal vagy elfoglalva. Nem tudod, hogy mi hozott ide vissza egy újabb életbe. Legtöbbünk nem tudja. Nem baj. De tedd fel a kérdést, hogy miért élsz most? Ebben a pillanatban mi a szándékod? Miért kelsz föl reggelente? Miért eszel? Ha meditálsz, miért gyakorolsz? És akkor új célt tudsz adni. Nem csak a puszta szokásrendszert viszed tovább, nem csak a karmádat gördíted előre, mint az egy kis galacsintúra, azt a hatalmas. Számára az hatalmas, testömegénél többszöröse, testmagasságánál sokkal magasabb, ez a kis galacsintot gyúrja, gyúrja, dúrja dúrja És néha elvettünk a galacsintúron, pedig nagyon hasonlóan visszük mi is magunkat, ugye, előre az élet homok sivatagában. Úgyhogy nem az számít, hogy pontosan mit hagytál félbe a múltban, hanem hogy most mit kezdesz el, és mi az, amit befejezel. Úgyhogy ha ez a pillanat tiszta, akkor amiről az előbb beszéltem, az is mint tiszta. De ha ez a pillanat tele van zajjal, benső és külső zajjal, akkor ez nem látható tisztán és akkor csak robotként a saját karmánk automata pilótáját így követjük, és nem tudunk változtatni. Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnak az emberek több napon keresztül folyamatosan meditálni? Hát van egy-két műhely titok, Beni. Például esznek is néha, tehát naponta legalább kétszer. Ez segít. Aztán alszanak, az időrend szerint egyszer, de néha ilyen kicsiket is. Néha a szünetekben, néha magán a párnán, és akkor felébresztjük. Erőfeszítést teszünk azért, mert ezt szeretnénk. Tehát szeretnénk üveghangra kihúzatni az éberséget, és mivel ezt elvállaltuk, ezért teljesítjük is. Ezért szoktunk néha több napot, több hetet, és esetenként több hónapot is meditálni. Ez az éberség ahogy hallottad jó apától, munkaeszköz. És ez a munkaeszköz, ez nagyon fontos. Tehát ugye a hentesnek is ugye éles legyen az összes kése, itt is az éberséged legyen éles és tiszta. És ha ez megvan, akkor minden megvan. De ha ez az éberség ez beszennyeződik, akkor mindent elveszítünk. Ezért meditálunk nem csak több napig, sokkal tovább. Jó? Köszönöm. Szívesen. Nekem nagyon hasonló a kérdésem. Azt szeretném kérdezni, hogy meditáció közben hogy tudom a fókuszt, ezt az erős koncentrációt erősíteni magamban? Lazíts. Az a legerősebb fókusz. Ha nagyon nem megy, akkor a bölcsesség bóthiszatványába oltott humoristánktól, aki már rég eltávozott sajnos, hallgass meg a lazítani című számot, és akkor el tudsz lazítani, nagyon fontos az, hogy ne egy külső pontos meditációt valósíts meg, hanem ide a bele azt a bizonyos pontszerű fókuszt, amely jó, hívjuk nem mozduló tudatnak, és akkor tényleg úgy tűnik, mintha egy pont lenne. De igazából a mozdulatlan, tiszta, tükörszerű tudatot tartjuk, mely végtelen, mint a tér. És ez a pillanat, amely végtelen, mint az idő. Tehát hol van a pont? Ha azt mondod, hogy egy pontra koncentrálunk, hiba. Ha a tudat állandóan mozog, az is hiba. Hogyha a teret megtartod, és az időt megéled, és a karma folyamatát látod, akkor a meditáció az halad, működik. Ezt azért csináljuk, mert az eredeti minőség, amiről a butha úgy beszélt, hogy vidja a látás, az így valósul meg. Ami a zen négy alapelvében benne van, Kezdve a nem támaszkodás az írásokra, az ember tudatára való közvetlen irányulás az ekkor valósul meg a helyes meditációval. És a felébredés maga az pedig igazi önvalunk tapasztalata. Ez sincs meg az összeszedettség nélkül. Ezért jobban szeretem az összeszedettséget mint az, hogy egy pontra fókuszálunk. Ez egy ilyen kis szamurái kép, ugye, hogy megfogja, és akkor azzal a koncentráció éles hegyű kardjával kiszúrja az ébertelenség luftbalonyját. Nem ez van, mert akkor egy ilyen elképesztően erős, görcsös valami lesz belőle, és hát próbáld egyszer ki, hogy minden ok nélkül mennyi ideig tudod az öklödet így nagyon fehérre szorítva, görcsösen tartani esetleg 10-15 perc. Ha valaki nagyon erős, akkor órák, de egy idő után aztán vége. Tehát a tudatnak a racionális alapú koncentráció, hogy most én eldöntöttem, hogy, csak akkor kijelöltem a koordináta rendszerben azt a pont, és arra fogok koncentrálni. Ezt lehet egy ideig csinálni, csak ez nem azt az eredményt hozza, amit szeretnék. belső pontos a dolog, nem külső. És ekkor megvalósulhat az, hogy a külső és a belső egyé tehát akkor helyes a meditáció, amikor a külső és a belső itt, a dharma teremben egyé tud válni. Ugyanabban a tükörben hallod a külső hangot és a belsőt. Ugyanabban a tükörben látod magadat és a másikat. És akkor működik. Akkor itt van belül. Te valójában akkor tűnik el a belső és a külső közötti fal, meg kinyitottad az ajtót. Úgyhogy igen, szedjük össze magunkat. Ne szóródjunk szét. Figyeljünk, de a koncentráció az ebben az esetben egy picit félrevezető lehet, mert általában az egy határozott tudattárgyra, vagy pedig egy külső pontra, objektumra szokott irányulni. Ez az utóbbi, ez, ez felesleges. Tehát azért van erre szükség, hogy ugye szokjuk a szántást, és a tudatnak a kertjét egy kicsikét kigyomláljuk. Tehát amikor ennyit meditálsz, akkor nem tudsz magad elől elbújni. Tehát minden lélek tud viselkedni pár napig aztán felszakadnak a fájtlak, nem tarthatóak az elhárító mechanizmusok, és egyszer csak szembe kell nézned tényleg magaddal, amit addig magadnak gondoltál. És akkor a meditáció tényleg elkezdődik. Addig csak viselkedtünk, énekeltünk, eszegettünk, mentünk szépen hát mögött mindenkinek, és halkan, mert aszonták, és nem beszéltünk, és a telefonunkat se használtuk. Ugye? Na, de amikor a tudat folyamba egyszer csak belenézel, na akkor, akkor indul a meditáció. Hogyan növelhetjük az együttérzést magunkban? Hogy ne csak egy színjáték legyen, hanem hogy tényleg az ember. Nagyon fontos, amit mondtál, tehát az együttérzésről most derült ki, hogy nem egy érzelmi pozitúra. Hogyha pusztán egy érzelmi magatartásforma lenne, akkor szuperszenvedő nagymamák lennék nagyon-nagyon gyorsan. Agodalom, hegyek, egyenlő, együttérzés. Nem. Az van, hogy az együttérzés az egyévállás tapasztalatán alapszik. Pontosan egyéválsz az előtted levő ember, vagy éppen állatka tudatával. Nagyon nagy tanítás amikor mikor a macskát elviszed az állatorvoshoz. Az egyévállásnál egyebb nincs. És azon az alapon pontosan annyit fogsz fel a másikból, amennyit kell. Így az együttérzés nem mérhető. A hiánya viszont igen. Az nagyon. A leválasztódottságot, az elszigeteltséget, az egófalat, azt nagyon jól lehet mérni. Úgyhogy amikor ez eltűnik, ezek az akadályok eltűnnek, mert a hamis azonosulás eltűnik, az abszolút értékű vélemények, tehát ítéletek eltűnnek, az együttérzés pontán megvalósul. Hasonló kérdéseket kapok, hogy, hogy hogyan lehetnénk boldogabbak? Mi a boldogság? És akkor van egy kis pauza, nem, nincsen válasznál. Ne? Inkább az akadályokat kéne elhárítani a boldogság elől, ahogy az együttérzés elől is. Ugyanaz az akadály. Tehát nézd meg, hogy az emberi intimitás az milyen elképesztő energiákat szokott kívánni, és valójában nagyon kevesen múlik. Az, hogy valóban közel érezd a másikat magadhoz, és valóban egy bizalomteli, szeretetteli kapcsolat legyen. Ahhoz mi kell? Fordítsuk meg. Mi az, ami az útjába áll? És hogyha eltakarítod azt, ami az útjában áll, azon nyomban megvalósul. Többször mondtad már a nagy hitet. Ugye a tudatunkban nagyon sok mindent tárolunk, előző életekből is. És a tapasztalat az, hogy volt nagyon sokszor hit, és aztán az ember póró járt. És említetted azt is, hogy a hitet a tapasztalat, a tapasztalás erősíti és én most jelen pillanatban ott vagyok, hogy tapasztalás van, de hit az még sehol. Talán jobb is, mert akkor nem jársz pórul, ugye? Tehát nézzük meg, igazi önvalónk tapasztalata a hit legtisztább alapja. Na most, amikor az ember csak látja a karmáját ott szépen folydogálni a tudat folyójában, akkor ez a belátás az, amiben hinni tud. A folyó még nem tisztult ki. Ehhez kell mondjuk egy olyan gyakorlat, hogy ugye praxis közben BOOM! És akkor egyszer csak az intuíció megvillan. És akkor az más, mint a lefelé úszkáló karma tömeg. Abban már lehet hinni. És azért nagy hit, mert külön célja, tárgya, reménye, félelme nincs. És mindaddig, amíg ilyen attribútumokkal felruházzuk magunkat, és a karmákat így szépre festjük, addig az nem nagy hit hanem valami remény, félelem, aspiráció, számítás, ambíció, egyebek. Ezekkel sincs semmi baj, csak ne cseréljük össze a transzcendens tapasztalattal. És akkor rendben vagyunk. Akkor nem járunk pórul. Ha a nagy hitet összecseréljük a kis hittel, akkor pórul járunk. És ha pórul jártunk, akkor valószínűleg össze is cseréltük. Most már lassan két hónapja vagyok itt, és elég sokat gyakorlok és azt vettem észre, hogy tehát ugye egyre gyengébbek a meditációim, rengeteg gondolatom van, amikor régebben ilyen nagyobb, tehát mit tudom én, többen összegyűltünk, együtt meditáltunk, akkor nem, nem, itt a zenkörbe, hanem máshol, akkor mindig volt egy ilyen segítség, ugye a közösségnek az ereje, akkor, akkor mindig könnyebben ment, és most azt hiszem észre, hogy igazából ez se nagyon segít, így az utolsó két alkalommal így, ezt így nem éreztem, és mindig úgy ülök le, hogy hogy minthogyha ez az első lenne. Tehát én, én azért vagyok itt, mert én ezt így komolyan veszem, és és nem érzem azt, hogy hogy azért, mert, mert már olyan, úgy nem fontos, vagy vagy hasonlók, de va valamiért nem, nem az igazi. És uh, igyekszem nem is elvárásokkal lenni, tehát nem úgy ülök le, hogy na most. Azért, hanem csak annyi, hogy, hogy próbálom beleadni amennyit éppen akkor tudok. És hogy uh, mit, mit tanácsolsz, vagy, hogy. Uh, Erde javaslok. A fák nagyon jó tanítók, ugyanis gyűrűk vannak rajtuk. Ahogy te is már azt mondod, hogy két hónap, tehát naponta egy gyűrű, hát akkor már hatvan ilyen zen gyűrű van rajta, de naponta egy ilyen kis gyűrű a meditációból így rád mint tapasztalat. Nézd meg a fákat. A fáknál évgyűrűk vannak, és ül az erdő közepén, és figyelj nagyon alaposan. És hogyha a fák elkezdenek suttogni egymásnak az évgyűrűkről, akkor megtudod, hogy milyen véleményel voltak mondjuk az 1980-es évről, amely mondjuk kicsit nedvesebb volt az átlagnál. Te, ez az 1980 as gyűrűre sokkal vastagabb, több nedvességet kaptunk. De a 87-es, az milyen száraz volt, és az a, az a barna is kicsit soványabb, meg a világosabb is egy kicsit soványabb. Nem lesz ez így jó. Hallasz ilyen beszédet a fáktól? Hát még nem. Ők nőnek. Hát én azt ajánlom, hogy ne is nagyon halljál ilyet, ha tényleg megjelenik, akkor gyere ide, adok egy gyakorlatot, amit ő majd elmúlik. Tehát, legfontosabb tapasztalat az, hogy amikor meditálsz, akkor a karmádnak különböző rétegeit látod. És ezek néha unalmasak, néha rémisztőek, néha reményt keltőek, és néha meg nem látsz semmit, és hónapokon keresztül csak figyeled a légzést, meg a testtartást, és egyszer csak rájössz, hogy a madaraknak a reggeli csivitelése az a legnagyobb szimfónia, ami valaha létezett, meg hogy egyik helyről a másikra repülnek. Az egyik reggel volt két gerle, és sztereóban turbékoltak. Emlékszel rá? Na, az a mi kis meditációs gyűrünk a közelmúltból. Ez ami eszméletlen volt, hogy az egyik ott ült, rendezői balon, másik ott ült, rendezői jobban, és reggel 6 és 7 között egy sztereoturbék volt, egy kis ilyen kis cinegés, verebes, egyebes aláfestéssel, és ami elképesztő pentatónia volt, miközben a fő témát a gerlék szolgáltatták. És akkor innentől kezdve rájössz, hogy nem te vagy a fontos. Nem a te meditációs élményed a fontos. Az, hogy a gerlék hogyan turbékolnak, az fontosabb. Az, hogy mit csinálunk a kertben, az fontosabb. Hogy amikor tényleg ilyen tiszta tudattal kimész a világba, mit csinálsz a másik emberrel, az fontosabb. Úgyhogy a saját tapasztalatunk egy idő után szerencsére a háttérbe szorul. És amikor több évnyi zengyűrű rakódik rád, akkor abban már tényleg semmi sincs. Áttetszőek a gyűrűk. És mindig csak egy van. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Szívesen azt szeretném megkérdezni, hogy a szufizmusban van egy olyan fogalom, hogy himma, és az a spirituális vágyat jelenti. És ezt csak azért mondom, hogy különbséget lehet tenni a személyes, ugye a vágyak és a spirituális vágyak között. És a személyes, ugye, ami a ösztöneinkből fakad, és a személytelenebb? Hát. Tudunk mi azért gondolkodni, és a személyes vágyak érdekében. Ugye? Az ösztönön állatian hangzik, hogy ugye Zigmund valahol forog a földben. Nem, nem csak ezek a mély ösztönök ott az alsó csakrákban, itt hány hánytorgó, különböző sárkányfejűek. Tehát nem erre. Nem, Gondolkodva is lehet nagyon szépen önérdeket szolgálni, és vágyakat gyártani. Na most folytasd. <laughs> Ez csak azért volt szándékomban van, így megkülönböztetni, mert eddig még nem beszéltünk a, a spirituális vágyról. És Ennek a... róla beszélni? Én nagyon. Jó, akkor beszélj. Mert ez egy, egy tűz, tehát ez egy energia. Ja. És, ah. és bár a zen nem használja ezt a vágynak a felhasználását. Vajon miért? Igen. De mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy ez a fajta energia, ami hogy nyilván a felébredést ö, ö, vágya, ezt hogy lehet helyesen használni az zen szemléletével? Úgy, hogy nem követed. De nem lehet. <laughs> hát... Amikor legyőzöd azt, hogy nem lehet nem követni, és tényleg megmaradsz, és az Istennek nem mozdulsz, akármilyen spirituális vágy hajt előre különböző irányokban, akkor működik. Ha nagyon erős spirituális vágyad van, akkor napi 600 leborulás és 10.000 mantra az majd megoldja. De te elkezded a spirituális vágyadat követgetni, hát akkor abból minden lesz, csak nem az a nem mozduló test, nem mozduló beszéd, nem mozduló tudat. Tudom, hogy unalmasan hangzik, de az EN nem marketingezik jobbra-balra. Akkor is ugyanazt tanítja az elmúlt 2700 évben hogyha unalmas. De nem unalmas, mert egyszer csak rájössz, hogy pontosan hogyan működik, és nagyon szeretem a tábortüzet a kertészház mellett, nagyon szeretem a spirituális motivációt, meg egyebet, csak amikor a spirituális vágyunk valami egyéb ilyen érzékszervi, finomságos birodalomba elvisz minket, és azt hiszük, hogy haladunk az úton, hát azt lehetőleg ne. Legjobb esetben körben forgunk rosszabb esetben, mint a rajzfilm figura, amely kiment a hegy fensíkján, ott a szakadék szélére, és meg három-négy lépést tett a levegőm, és lesz egy hogy... hú, és így... Tudod, egy ilyen szív kis porfelhő feljön a szakadéknak a legmélyéről. Az volt a vágy rész. És a spirituális realizáció pedig az, hogy ez így nem megy. Tehát amikor az illúzió ködből egyszer csak így kizuhanunk azzal, ami elképesztően erős. Nyugodtan lehet követni, csak előbb-utóbb csalódás, frusztráció és egyéb lesz belőle, mert nem az lesz a vége, amit az eleinte szerette szerettél volna. Te nagyon sarkosítod a, a, ezt én a... Én olyan vagyok, én, én nagyon csúnya, én, rossz, macs, azért... én sarkítok. És hogyha a háttérben van csak, és az mondjuk 20-30 éve mozgat az ügyben, hogy jöjjek, menjek. És mindezt, amit mondtál, ezt így teszem. Tedd így továbbra is. Mert hogyha az elmúlt 30 évben így működött a háttérben, akkor az végül is az elkövetkezendő 30-ban is működni fog. Akkor én különösebben nem is kell, hogy hozzászóljak. Segíts másokon, maradj tiszta tudattal, az kész. Előtér, háttér, ez már festészet és beállítás dolga. Jó? Egyéb kérdés? Ott tessék. Csak egy picit visszakapcsolódva hozzá, hogy akkor mi tartja fenn a törekvést? Tehát, hogyha ha, ha ez, a, ez, a, vágy ugye nincs fenn ilyen nyilvánvalóan valami a háttérben, lehet, hogy erre gondoltanám. Én az előtérre szeretnék egy kicsikét hivatkozni, hány milliárd ember él most a Földön? Csak úgy sarcold meg, nem kell népszámlálónak lenned. Nyolc. Tizenöt? Ma, nem, nem a 8 az közel volt. Hét. Nemrég léptük át a 7,6 milliárdos küszöböt. Ebből hány butha van? Ugye, hogy milyen kevés? Na, ez önmagában egy sokkal erősebb motiváció. Szeretem a spirituális színezeteket és halmazatokat, és a különböző finoman sózott és cukrozott vágy, sütiket is, ez, ez mind rendben van. Csak hogy ne, ne vágyból csináljuk, mert az előbb-utóbb félrevezet. Az a kőkemény realizáció, hogy... Hány emberi testbe született lélek van, és milyen szinten a is lélek tudatosságunk, egyéni, csoportos, társadalmi, civilizatórikus és egyéb szinten, hát ha ez nem motivál, akkor semmi. Tehát, hogy olyan elképesztő sebességgel és hatékonysága termeljük a szenvedést, miközben azért a megvilágosodásra es fordíthatnánk egy kis energiát. Tehát, ha spirituális vágyból, akkor úgy, a lesarkított, kőkemény, szürke realizációból, akkor meg úgy. Nekem teljesen mindegy, csak csináld. Egyéb kérdés. Visszautalva kicsit a bevezetőhöz, ahol elhangzott, hogy miután megszületünk, felszedjük magunkra ezeket a rétegeket, amiket később aztán olyan fáradtságos munkával hántunk le, próbálunk megszabadulni tőlük. Törvényszerű, hogy ezen mindenki így átmegy, vagy a gyerekek ezt így is úgy is abszolválniuk kell, vagy ezt a környezetük súlykorájuk, vagy is is, és hogyan lehet nekik segíteni abban, hogy a lehetőleg legkevesebb. Miért mondta azt ö, legnagyobb nyugati bóthiszatvánk, hogy bizony mondom néktek, ha nem lesztek gyermekek, újra nem léphettek be a mennyek országába. Nézd meg, hogy nem pusztán egy tabula rázára kezdünk el írni. A lélek lehozza azokat a hajlamokat, korábbi karmát, amelyek bizony nagyon jó fogadó felületek a tapasztalatoknak. Sőt, Szeretnénk tapasztalni, és ez is megyünk bele meg a csalidba, meg a hejtettőre, meg a folyóba, meg mindenhol, mert szeretnénk tapasztalni. Az inkarnáció így mindent visz, mert minden karmát valamilyen inkarnálódott állapotban tapasztalsz, tartasz meg, vagy vesz le. És ez egy kicsikét azért rávilágít arra, hogy miért születünk meg ilyen elképesztő helyzetekben. Tehát olyan születések vannak, hogy, ránezz, hogy ez egy úr ez hogy lehet? És a válasz az, hogy innen kell folytatni. Az akaratvektor ide mutatott. Innen kell feljönni, innen kell tudatosodni, ezt a szenvedést kell leküzdeni. Nagyon komoly az a tartalom, amely az embert motiválja a következő tapasztalásra. És ezt kell egy picikét egyenesbe tenni. És hogyha ez egyenesben van, akkor az irányvétel is tiszta. És akkor az élet is megfelelő módon megy de nem pusztán tiszta tudattal születünk. Bennünk van az a karma, amely a tapasztalásokat hívja, illetve minket betesz egy környezetbe. És az a gyermeki tisztaság, amiről nagy nyugati tanítónk beszél, az az, amikor már nem azonosulunk ezzel a karmával. ez egy gyerek, és olyan ártatlannak tűnik, de mindegyik felnő, mindegyik megérik, és mindegyikből olyan nagy felnőtt lesz, mint mi, tele problémákkal. Ez elkerülhetetlen. És nézd meg azt, hogy a felnövekvésnek az erőfeszítése, esetlegesen a szenvedése, néha a kínjai, és oda elképesztő dolgokat hoznak ki a felcseperedő ember palántából, hogy megküzdjön a családjával, a, 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 rokonokkal, a környezetével, hogy tanuljon, hogy dolgozzon, hogy társat találjon, stb. És mielőtt az első normális, tényleg saját kapacitásából látható döntését meghozta, tehát 20-25 év addig teljesen környezetfüggő, családfüggő, tanulmányfüggő, egyéb függő. Úgyhogy újra gyermekké lenni, az azt jelenti, hogy bizony lehántod magadról az utolsó hamis önképet is. Az utolsó hamis azonosulást is. Az utolsó illúzió darabot is. És akkor megszabadulsz. De a gyereknek én tudok segíteni, hogy kevesebb ilyen réteget halmozom magára? Egy kicsit. De a gyerek neked nagyon tud segíteni, hogy te házs le magadról, amit már magadra pakoltál. Azt nagyon. Ezt vettem észre. Szeretnélek megkérdezni abban az ügyben, hogy mi a hit és a vágy között a különbség? Ó, rengeteg! <laughs> Akkor légy szíves. Elsősorban, ha már itt tartunk a biblikus példáknál, ugye Jézus háromféle szeretett fogalmat említ, amely arra, eredetiben nékem nincs meg, de görögben megvan. Tehát az egyik a az erosz, ez a vágyalapú szeretet, a másik, a filié, az a felebaráti szeretet, és az agapé, az pedig ez a transzcendens, vágynak is mondható gyönyörűség, amiről egy picit említést tettél oldalvást az előbb. Amennyire személyes a vágy és a személyes kielégülésre irányul, annyiban erosz, amennyiben a másik megsegítésére irányul, annyiban filié, és amennyiben a transzcendens tapasztalatot elérni óhajtja, és ezt visszahozni önzetlenül, az pedig az agapé. Úgyhogy ez így egy kicsit rendet csinál a zűrzavarban. De az, hogy te pontosan melyiket követed és hogy hogyan, hát ez bizony egy nagyon komoly belső tudatosság és iránytartás kérdése. Mitől van az, hogyha valaki nehezen tudja kifejezni az érzelmeit, például a szeretetet, és hogy mit tehetünk azért, hogy ez könnyebben menjen? Egyszerűen tapasztalni kell kívül és belül. És az első, a legfontosabb meditációs technika az az, hogy mersz őszinte lenni a magadhoz. És így, mint napra éj következik, hogy áll máshoz se lész. Az eredeti úgy volt, hogy légy hű a magadhoz, de hát az... Úgy is lehet fordítani, hogy légy őszinte magaddal. Azért nem tudunk érzelmeket artikulálni, mert nem merünk látni belül, és nem merjük magunknak belül megmondani, meglátni, hogy most ez van, most ezt érzem. És letakarjuk ilyen intellektuális kenetekkel, a félelemnek a gletvasával, ilyen kis, legyengítő keneteket oda, beleszoktunk masszírozni a léleknek a redőzetébe, hogy nehogy valami kijöjjön onnan. Félünk a saját érzelmeinktől. Azért. És hogyha megszülünk félni a saját érzelmeinktől, akkor esetleg artikulálnánk is, ki is nyilvánítanánk, és megfelelő módon kölcsönhatnánk a környezettel. Úgyhogy a meditáció ebben is segít. Köszönöm. Arról szeretnék kérdezni, hogy a zen mond-e bármit arról, hogy, hogy az álomvilágunkat és az éberséget, illetve ezt a tisztelt tudatot össze e kötni, és mondjuk tudatos Mi a zen? Az... Hát ez tényleg nem mond semmit arról, amit kérdeztél. Maradj meg itt, jó? Sokkal jobb, mint bármilyen magyarázkodás. Ekkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tiszta éberség, tiszta álomállapot, minden rendben van. Oké? Okay. Egyéb kérdés? Tünde a hitről és a vágyról kérdezett, és a szeretetről beszéltél, és akkor meg tudsz világítani összefüggést a, a háromféle szeretet, a hit és a vágy között, mert én nem értettem, de lehet, hogy akkor ez házi feladatom. Milyen hangszeren játszol? Hát tanulok gitáron. Uh -huh. De egyen már játszol, az a saját hangod, énekelsz, így Igen, van? igen, igen. A saját énekhangod fogja megtanítani ezt, hogy mi a kapcsolat ezen három minőség és a hit között. Beszéltünk az érzelmek kifejezéséről, ami könnyen megy, vagy nehezen megy. Egyrészt, hogy hogyan fejezzük ki, tehát a verbális kifejezésről beszélünk, vagy tettekkel fejezünk ki, mindez összesen Ö, az emberek felé fejezünk ki, vagy az összes érző lény felé. A kérdésem arra irányul, hogy sokkal könnyebben fejezem ki nem emberek felé. Tehát például az állatokkal, ugye a macskát elvisszük állatorvoshoz, ez nagyon jól megy. Ha beteg elvisszük orvoshoz, ha éhes enni adunk neki, hogyha ha szomjas inni adunk neki, ez működik. Csak az emberekkel mitől nehezebb? Az ember az egy sokkal bonyolultabb lény. De mitől? Például visszabeszél. Igen, mondtad, hogy mi a külön, tehát, hogy hol blokkolódik, a beszédben blokkolódik. Ó, a beszéd, Is. az csak a csatorna, az nem a tartalom. nem mit beszélünk egymásnak, vagy mit hallgatunk el egymás elől? Az emberek közötti érzelmi kapcsolat az az egyik legnehezebb téma. És ha megnézed, az emberek többsége a kapcsolaton keresztül tanul valami egyebet, mint pusztán az iskolai tananyag semmi máson keresztül nem. Hát amikor a kapcsolata valami probléma van, amikor nem veszi fel a telefont, vagy mufurc, vagy nem válaszol, vagy valami baja van, de nem tudom, hogy micsoda, akkor azért, húha, hát valami nem működik, jó? Valami hézag van. Előbb nem veszük észre. Nincs egy finomabb műszer. Úgyhogy a tiszta tudat az mindig, azt mondom, képessé tesz arra, hogy a helyzetet, a kapcsolatot és a működést helyesen lást. Van, amikor a legnagyobb együttérzés az, hogy csendben tudsz lenni a másikkal. Erre rá kell érezni. Van egy pár alapszabály. Minél érzékenyebb vagy belül, annál jobban rá tudsz érezni a másikra. Minél erősebb vagy belül, annál jobban kibírod azt, amit a másikból megérzel. Minél önzetlenebb vagy, annál inkább biztonságban érzi magát a másik veled. Minél több szeretetet tudsz adni, annál többet kapsz vissza. Tehát ilyen aprócska kis egyenletekkel tele van tűzdelve ez a matek, és jó ezeket megismerni, ezeket az alaptörvényeket. Ez mi az, amikor mondjuk egy ellenőrző gondolkodás hirtelen kibillentette a jelenlétet? Sarkai volt egy puff, Szeretlek. Tényleg? Kész vége. Ma gyakoroltam először mantrával, és hát az az érdekes gondolat merült fel közben, nem csak ez az egy, de sajnos, hogy aki mondja, és aki hallja, az ugyanaz. Mantra, még tovább, jó? Még tovább. Még tovább mantra. Az megoldja. Jó, köszönöm. Szívesen. Tudom tudatilag, hogy nincs kint és bent, mégis azt érzem, hogy bent az egész belsőm egy, egy, egy gombóc lesz, és hogy mi a helyes hozzáállás, hogy megvárni, amíg ez feloldódik, vagy lehet tenni valamit, hogy... Gombóc függvénye, hogy túrógombóc, szilvásgombóc, van-e rajta fahely, esetleg kis tejföl, vagy morzsa a körülmények között. Na, milyen gombóc van? Oda bent. Ham, ham, nyom, nyom. Akkor meg is etted? Akkor nincs fájdalom. Válj egy, egy, teljesen, mert a legnagyobb problémak, amikor állandóan védekezünk és kin akarjuk tartani. Még a végtag fájdalom, az könnyen, mert fölállsz, vagy kinyújtod a lábadat, megdörgölöd a térded. Amikor szíved fáj, az kőkemény. És azt, ahogy a kaptárban méhek, amikor betör a kis egér és olyan szurkálták, akkor bevonják méviasszal, hogy ez ott ne rohadjon. Mi is elszigetelni szeretnénk a kellemetlen karmát, viszont rengeteg energiát nyel el. És amilyen okosan, szépen elszigeteltük a traumáinkat, az pont, mint egy ilyen fekete lyuk, elnyel mindent. Rengeteg energia van benne, csak ugye nem merjük abban az alakjában felhasználni, mert fájdalmas, mert fáj. Pedig az az alapszabály ilyenkor, hogy akár félelem, fájdalom, frusztráció, bármilyen negatívnak tűnő érzelem, ne menekülj, ne harcolj. Ülj le vele szemben. És nézd. A legnehezebb dolog. Tehát sorozat és egész estés filmrendező legyen a talpán, aki olyan horrorsót tud legyártani, mint mi saját magunknak. De akármeddig csinálod, hogyha a karmának azt a rétegeit még nem láttad, nem pattintottad le magadról, elképesztő dolgok tudnak megjelenni. Hát az az igazi megbánás, amikor tényleg látod, hogy mit csináltál másokkal. Csak úgy lehet a motivációt megváltoztatni. Úgyhogy fájjon. Nyugodtan, hat fájjon. És utána, amikor már az azonosulás megszűnt, a beletáplált energia megszűnt, a róla való gondolkodás megszűnt, akkor így elmegy, mert önmagában nem létezik. Egyik karma sem létezik önmagában. Azért van, mert teszed, mondod, gondolod, és érzelemmel megerősíted. Nincs erősebb önképromboló az ilyen belátásnál. Tehát azt szeretnénk, hogy ami fáj, az ne legyen. És kiderül, hogy az van a leginkább. Úgyhogy, ha annak a gyökerére rátapintasz, hogy azt hogyan teremted, azt hogyan tartod föl, és miért nem tudod levetni magadról, az az igazi változás. Hogyha siettetem, az növeli a fájdalmat? Vagy igen, mi? és lassítja a folyamatot. A látásban nincs sebesség. Az önvédelmi mechanizmusnak a taszító fokozatában abban van. A látás az egy pillanatnyi és örök. Ne sietesd, mert akkor lelassítod, és ne lassítsd le, mert akkor még lassúbb lesz. Jó. Mit tehetünk, ha megjelenik bennünk a kételj? Kételkedj a kételjben. Biztos? Igen, biztos, hogy kételkedni kell a kételjben. És még inkább. aprózni picike nullákra és egyekre. Először a kettőt négyre, a négyet nyolcra, 16, 32, 64, 256, 512, 1024, 2048. És az összes többi hatvány, amit a mérnökök már nálam jobban tudnak, és akkor meglátod azt, hogy a kételkedés hova vezet. Lás tisztán, és dönts tisztán, hogyha kételkedést elkezdem halmozni, a tudat ízéporrá tud zúzódni a saját késpengéjén hogy ezért kell vigyázni, hogy miben kételkedünk. Éles penge acélja. Hova teszed? Mit vágsz el vele? És amiben kételkedni kell, abban kételkedj. Amiben ne? Abban ne. Mit tudok még tenni a meditáció közben, amikor ugye a figyelmünkkel, hogy leirányítjuk a figyelmünket, azzal ugye, a, ahol a figyelmünk, ami ott vagyunk, és a Dantien felé irányul az energia, inkább így mondom, a fejből kezd át. Ezt nagyon jól mondod idáig. Eddig, igen. Mit tehetek az ügyben, hogy az ott is maradjon? Tehát, hogy még plusz valamit tudok-e tenni? Ne kételkedj! <laughs> És akkor ott marad. <laughs> Illetve, na, itt már ingoványos, tudnál le a saját meditációs praxisodból elmondani annyit, hogy te, amikor leülsz, akkor mit teszel, így pontra-pontra. Pontra. <laughs> Tudtam, ennyit volt. <mondtam> <laughs> Szerintem sokan kíváncsiak lennénk rá. Ha segítenem, már rég megtentem volna, és ilyen kis aranyborítós füzetekben, tudod, ilyen kis áldás átkötve árusítanám. Nem, nem segít. Ottok ok rajtad segíteni, hogy bejössz az interjú szobába, kérdezel, válaszolok. Én kérdezek, te nem válaszolsz. És ez, ez így, ez így jó. Ez nagyjából jó. így megy. Igen, ez, ez lesz a segítség, hidd A segíte például, hogyha mert amikor leülök, akkor a fenekemre irányítom egy kicsit a figyelmemet a testérzetre, és akkor az egy kicsit leviszi már, segít le. Leviszi. Nem zsibbad! <laughs> és akkor már nem itt van, hanem ott van a figyelem. Most miért kellene neked ez van az én műhely titkaim, amikor ilyeneket csinálsz? <laughs> Van-e még a repertoárban más is, amit lehet? Van, de nem ilyen jó. <laughs> És ugye ez nem a hülyeség, hogy ezt így csinálom. Ezek után ne kérdezz ilyeneket. Az úgy, hogy szépen leülsz, és a párna teljes felületén eloszló fenékérzésre irányítod a figyelmedet. És ekkora tantiened ott megszilárdul egy igazi zen szilvás gombóc formájában. És az éberség fahéja sportcukrával meghintjük a karma zsemlemorzsáját. Csináld! Ha működik, nagyon jó, ha nem működik, akkor majd tanulsz valamiért. Azt tud, hogy keleten nem tanítottak technikát, még annyit sem, mint itt. Hát itt is nagyon törölmetszetten bánunk vele. Látod, nincs leírva ilyen kis meditációs kis kt. Nincs leírva. Nem azért, mert bármiféle külön titok, meg egyéb ezotéria övezni, ezt azért nem, mert hát egyrészt így az évszakokkal változik, van nyári zen, téli zen, őszi zen, meg tavaszi zen, ugye, vizet áraszt. Nagyon fontos az, hogy épp ott akkor amilyen instrukcióknak el kell hangzania, azok elhangzanak, jó cakát kívánok. Keleten nem így volt. Keleten úgy volt, hogy egyrészt vártál pár napig a kolostor ajtaja előtt, hogy hetetén zent akartál gyakorolni, az volt a türelemjáték a beengedtek, és kellett fizikai munkát végezned, segítened, egyebek, pucolni, takarítani, előkészíteni, felszolgálni, stb. 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 És amikor szerzetes lettél, akkor is nagyon sokat kellett még dolgozni az előtt, hogy leültél volna ide. Ennek rengeteg oka volt. Egyrészt a karmádat kipörgette, az elhatározásodat megszilárdította, tényleg kiderült, hogy erre vagy alkalmas sokkal inkább, mint másra, és akkor elkezdtek egy picit tanítani arról, hogy mi a szellemisége az egésznek, mi a nézet. addig te már instrumentálisan, cselekvés alapján rengeteg mindennek megtanultál. A képzés nagy része Keleten, Koreában a mai napig nagyon hasonló. Persze, tanulnak egy rakás szútrát, meg egyet, meditációs technikát azt nagyon későn, évek után. Mi azzal kezdünk. Bejöttél, -e, itt foglalj helyet, testhelyzet, lélegzet, tudat, így tartsad, azt csináld, ezt ne csináld, stb. Hát nyugaton ez más, nyugaton, ha nem adom ezt meg a legelején, akkor olyan hibák és darma esetek vannak belőle, hogy csak magamat okolhatom, mint tanító, hogy nem tanítottam meg neki, hogy hogy csinálja, ezért neki ment a falnak fejjel, és akkor én kötözzem be. Így is neki megy, de legalább úgy, hogy tudja, hogy hibázik. Az más. Tehát nem a technikám múlik az egész. De a technika nagyon fontos. Nézd meg, itt van ez a pohár víz. A víznek kell valami, ami tartja. Kancsó, pohár, fazék, csap, még a padlóra is, ha kijöntöd, az egy vízszintes edény falak nélkül ott van a víz. De nem a poharat szom meg, hanem a vizet. Szükség van a technikára, de az egyéni erőfeszítés és a saját tapasztalat az, amely igazán autonómát tesz, a tanító segítségével tartod irányban az egészet. Kell azért a tapasztalat, tehát kihasználhatod azt, hogy valaki 20-25-30 éves forban van, az, az jó, használjuk ki. De a saját fejlődésed ütemét, erejét, tapasztalatát semmi nem tudja pótolni. Ha nincs meg az akarat, az elhatározás, akkor meg teljesen felesleges. Úgyhogy itt megpróbáljuk a középutat megtalálni, az elején annyit elmondani, hogy ne csináld rosszul, és ahogy a technikád ugye fejlődhet, mert egyre többet azt mondjuk interjúzni, egyre többet vagy itt, egyre jobban kérdezel, egyre több tapasztalatod van, akkor már persze, hogy lehet egy csomó egyebet is mondani. De nem ez számít. Tehát nem a pohár alakja számít, a cizellátság, vagy vannak ilyen kis meccetek rajta, vagy festés. Nem. Azt, hogy tudsz-e belőle inni? Ha működik a technikád, meg tudod válaszolni a kóanokat nagyon jól interjú szobában is, és az életben a természetszerűen adódó kóanokat is. Itt hogyan derül ki, hogy én alkalmas vagyok erre az útra, erre nekem kell rájönni, vagy ö, esetleg a képzeletem is elvezethet, hogy... Na, a képzelet az nem. Tehát nagyon sok felképpen rá lehet jönni. Javaslom azt, hogy egymás után kell tenni a lábakat bal, jobb, így előre. Magyarul jössz, és csinálod, és itt vagy és belesimulsz, erőfeszítés, énekléskor énekelsz, evéskor eszel, üléskor ülsz, stb. Ha itt vagy és csinálod, akkor nem kérdés, hogy alkalmas vagy rá vagy sem. Ne ellenőrizzük az utat, mert akkor már le is tértünk róla. Azt mondtad, hogy keleten a erőfeszítést kellett tenni, tehát dolgozniuk, várjakozniuk kellett ahhoz, hogy utána megkaphassák azt a tant, vagy azt az információt, ami után le tudtak ülni, és meditálni tudtak. Itt nyugaton nem jutunk egy kicsit túl könnyen ehhez az információhoz, ehhez a tudáshoz. Sokkal könnyebben meg tudjuk kapni, és így, hogyha könnyebben megkapjuk, tudjuk-e valójában értékelni, hogy mi az, amit kapunk. Más a helyzet itt nyugaton nagyon az idejött keleti darmával, mint ott több évszázadon keresztül, ugye az elmúlt 2500 évben. Egyrészt egy területen nagyon ritka volt, hogy mondjuk két-három hagyományvonalnál több lett volna jelen. Nagyon sok területen csak egy volt, ahol a taoizmus és a buddhizmus találkozott ott egyik remete itt, másik szerzetes ott, Nepában, Tibetben is többféle kagyűvonal, utána után, hogy sákja, gelug, egyebek. Nyingma volt az első. És ezért nem kellett túlságosan küzdeni a figyelemért és a tanítványokért, hiszen rengeteg ember volt és viszonylag kevés hagyományvonal. Nyugatra jön a tan, a polcról bármit levehetsz, több tucat hagyományvonalat tudsz csak az internetről kiválasztani, és azért annyi érdeklődő nincs, mint keleten a sok százmilliós ugye, buddhista tábor. Tehát nagyobb a verseny. Ez az első. Ki tanítja úgy a tanítványt, hogy vissza is jöjjön? Ez az első. Másrészt nagyon sokszor van a keleti tanítóknak olyan véleménye, hogy hát a nyugatiak azok igazából nem tudnak gyakorolni. Túl sokat gondolkodnak, túl gyenge az akaratuk, ugyan minden lénynek van buddha természete, de a nyugati az nehezebben realizálja. Na, nagyon sok igazi mester ugye nem így gondolkodik. Ha könnyen megkapjuk a tant, akkor tudunk -e vele kezdeni valami hasznosat, vagy a könnyen jön, könnyen megy alapon el is veszítjük. És a válasz az, hogy mennyire tud a tant találkozni. A lélek mélységével, mennyire tudunk megnyílni a tan tapasztalata alapján, és mennyire fordítjuk le ezt a gyakorlatra. És hogyha a gyakorlatot tudjuk használni, akkor a tannak a hasznossága bebizonyosodott. És akkor valamilyen szinten a lojalitás, odaadás, segítség kialakul. Ezt nem lehet előre leszabályozni, előre kigondolni. Azok a társadalmi formák, amelyek szerint a Kolostorok működtek, és a templomok ugye fogadták a világiakat. Azok több évszázad alatt alakultak ki. Amikor a buddhizmus szinte államvallás lett Kínában, több tízmillió és később több százmillió ember szerette volna azt megtanulni. És a kialakult Szung dinasztia belé, Tisztaföld, Tientá és egyéb vonalak mutatták azt, hogy milyen köztes termékek alakultak ki a nép, az Isten adta nép, és a megvilágosodás közvetlen tanítása között. Tehát rengeteg buddhista, panteon, sutra, tündérmese és egyéb kellett ahhoz, hogy mindenki valamilyen szinten megérts és ezek is tanítási technikák, és ott már rég nem a meditációról volt szó, nem az, hogy recitáld Amitabha Buddha nevét, aki a napnyugati tiszta föld őrzője, és hogyha az ő mantrájával a tudatodban léped át a halál küszöbét, akkor a tiszta földre mész, ahol nincs szenvedés. Hát ez úgy hangzik, mint egy tündérmese. Pedig a nirvánáról volt szó, és a tiszta tudatról volt szó, és a dualisztikus gondolkodás meghaladásáról volt szó. Kész! Csak ezt lefordították már ilyen, azt mondom, mindenki által érthető, szimbolikus, meseszerű formává mai napig látsz olyan ö, kínai buddhistát, aki Námu Amitából mantrát kapcsol be a kis fejhallgatóján napi több órán keresztül, mert azt hiszi, hogy ez fog működni, amikor meghal. Tehát valójában mi történik akkor, amikor Námu Amitából a tudatodban így kiröpülsz a testből, hát az egy nagy rejtély. És hogy pontosan milyen főd vár téged akkor. Úgyhogy nagyon sokféle technika létezik, itt nyugaton az elején sokkal nagyobb volt a kínálat, mint a kereslet. És ez meghatározta azt, hogy egy viszonylag jó helyzetben élő társadalom, ahol tényleg van lehetőség a tanításra, per a tanulásra, az hogyan fogja föl a darmát egy nagyon erős, monoteisztikus, individualizált, posztindustriális társadalomban, ahol teljesen másképp tevődnek föl a kérdések, mint annak idején Keleten. Egy tömegszerű, hierarchizált, nagyon-nagyon, azt mondom, tradicionális társadalomban. Énként műhelytitokként csak így résbetöltőként elmondom, hogy ha télen te eteted a madarakat olajos magvakkal, azokon a fákon, ahol később rügy lesz, gyümölcs és egyebek, akkor megeszik a kukacokat. És ide szoknak. És reggelente ugyanúgy várják a kaját, ahogy telente három-négy hónapon keresztül nem kevés zsáknyi olajos maggal etettük őket kis madáretetőkben, kivágott flakonokban, stb. Ez egyik legfantasztikusabb dolog. Téli reggel után a csikorgó hóban kimenni, és megtölteni a madáretetőket, és látod, ahogy ezek a fantasztikus lények, akik ilyen totális, olyan forgalomirányítás van, hogy hú, -hú magyar légtér a semmi ahhoz képest, Jönnek és esznek, és egy darab baleset nincs, és mindegyik megtalálja a kis szemecskéjét, és, és nincsenek egymással konfliktusban, és megeszik. Délben újra töltöd a fél litert, mert megették, és ezt így csináljuk három hónapon át. Csoda, hogy szeretik a helyet, és eszik a kukackákat, és tisztán tartják a földet, a fákat, a többit? És reggel nekünk koncerteznek hálából? Hát így megy ez óvodéni vagyok, és egész nap ugye ezt kell mondanom a gyerekeknek, és ö, azt teszem észre, hogy amikor pedig már szeretnék uralkodni azt, hogy mi jön ki a számon, akkor ö, ö, nem tudok. Tudom, hogy ez hosszú út, mert nagyon a gondolkodásról, meg a cselekvése, meg a tettek, ezeken való ö, a kifejlesztése. Tudom, hogy nagy szavak ezek is, de most muszáj vagyok megfogalmazni valahogy. Tehát a beszéden való uralkodásnak a... <laughs> Ezért jövök ide, igen. Örülök, hogy itt vagy. Örülök annak, hogy mindenki itt van, és hogy uralkodik a karmáján, akárhány fejű karma legyen, és akármilyen színben és szőrzettel is jöjjön ki a tudatot felszínére. Örülök, hogy együtt gyakorolhatjuk azt a tant, amely évszázadokon keresztül idáig, és remélhetőleg innentől kezdve és évszázadokon át segít emberi lényeknek elérni a felébredést, azért, hogy megszabadítsuk magunkat és másokat is a szenvedéstől, és ezáltal segíthessünk magunkon, másokon és ezen a világon egyaránt. Köszönöm szépen a figyelmet!